Nem tudhatom, hogy másnak e tájék mit jelent, nekem szülőhazám itt, e lángoktól ölelt kisország, messzeringó gyerekkorom világa. Belőle nőttem én, mint fatörzsből gyönge ága, s remélem, testem is majd e földbe süpped el. A Bihari Múzeum és a Sinka István Városi Könyvtár új intézményében idén már a második időszaki kiállítás nyílt március 27-én. Radnóti Miklós Nem tudhatom című verse után Muraközi István köszöntötte a vendégeket. A polgármester azt mondta, fantasztikus múlttal rendelkezik a térképészet, mely óriási változáson ment át az elmúlt évszázadokban, de a filmművészet számos alkotásában is központi szerepet kapnak a térképek. A püspökladányi polgármester képviselőtestület és a múzeum dolgozóinak üdvözletét tolmácsolta Kis Zsigmond alpolgármester elmondta, a püspökladányi Karacs Ferenc Múzeum 2009-ben indult vándorkiállítás sorozat a maga nemében páratlan és minden eddigi településen osztatlan sikert aratott. Az 500 év magyar térképészetét bemutató kiállítás történetét Kis Istvánné, a Karacs Ferenc Múzeum vezetője ismertette. Szavaiból kiderült, ez már a 19. helyszíne a vándorkiállításnak. Egy személyes tapasztalatát is megosztotta a jelenlévőkkel, mely szerint a térképeken először mindenki a saját lakóhelyét szülőföldjét keresi. A vezető szólt még a két múzeum évek óta meglévő példaértékű és kiemelkedő szakmai kapcsolatáról is. A kiállítás célja, hogy bemutassa szülőföldünk, a térség, a megye és az ország térképeit a magyar térképészek utóbbi 5 évszázadban megjelenő munkáin keresztül, kiemelve a helyileg hozzánk kötődő alkotókat. A térkép kiállítás megálmodója nem teljesen én vagyok, hanem a Nádudvari Művelődési Ház, mert végül is ők kértek fel engem egyszer, nem is én gondoltam erre, hogy ilyet létre kellene hozni, de aztán nagyon tetszett az ötlet, nagyon jó ötlet volt, és ennek megvalósításában segítséget nyújtott már akkor is a Karas Ferenc Múzeum. 500 évvel ezelőtt indul a legelső magyar térképpel, ami nagyon híres, Lázár Deák térképe. Aztán láthatjuk a katonai felméréseket, ugye 3 katonai felmérés, amely a Habsburgok idejéhez köthető. Láthatunk ugye az 5 Hajdú-Bihar megyei alkotó, 200 évvel ezelőtt élt alkotó munkáiból. Gönczi Pál Hajdúszoboszló születte, Görög Demeter Hajdúdorog, Lukács Dénes, aki nagyváradi, de aztán Nádudvaron telepedett le és ott hunyt el élete végén. Aztán Karacs Ferenc, ugye püspökladányi születésű, és Budai Ézsaiás, aki debreceni református teológus professzor volt. Minden térképnek megvan a maga története, ugye ez az említett Lázár térkép, a legelső magyar térkép, ami fába van faragva, hát a érdekességei a hibái, például, hogy miért van rajta 2-ször Nádudvar, miért Essalakó a Balaton, miért sziget a Tihanyi félsziget, illetve miért van 45 fokkal elforgatva északhoz képest, de minden térképről elmondhatók ilyen különlegességek. Ennek a vándorkiállításnak a címe a szülőföldünk térképei, hát persze, hogy nem kerülhetjük meg azt, hogy a Bihari Múzeumban is vannak azért a szülőföldünknek, sőt, kifejezetten Berettyói falut ábrázoló térképek. Ezeket szerettük volna megmutatni a közönségnek, mert ez nagyon jó apropó arra, hogy ezt a néhány térképet kitegyük. Olyan kuriózumok kerülnek most kiállításra itt a folyosói részben, amit eddig még soha nem látott a nagy közönség. Gyakorlatilag Berettyói falut 50 évenkénti időviszonylatokban be tudjuk mutatni. A legelső térkép 1823-ban készült, és Berettyói falu és környezetét mutatja be. Aztán van egy 1820-as években készült, de 1946-ban másolt térkép, amit sikerült restauráltatni már korábban, és ezt is bemutatjuk. Ez Berettyói falu tágabb környezetét is bemutatja. Vannak térképeink az 1880-as évekből, a második katonai felmérés idejéből. Aztán van egy eredeti térkép a 30-as évekből, ami Berettyói falu gyakorlatilag az egész város mutatja be. Elég rossz állapotban van, ugye csak megviselték az évtizedek, de azért úgy gondoltuk, hogy érdemes kirakni, nézzük meg ebben az állapotában is, hiszen a Berettyóifaj utca neveket azért érdemes benne figyelgetni. Na persze ezt a térképet a 45 utáni időszakban átragasztották, úgyhogy sok helyen látszanak a 45 utáni utca nevek is, de azért legalább a Erzsébet utca, a Horthy Miklós utcát azért még most is jól fel lehet egyébként ismerni. Aztán van itt térkép Berettyóifajról az 1944-es időszakból. Mi azért különleges, mert az valószínűleg a II. Világháborúnak a legvégén, a német megszállás után készült,
kifejezetten a háború időszakára, hiszen a légkótalmi parancsnoknak is az aláírás helye rajta van a térképen, és itt még Hitler utcát is, a mai Ady Endre utca területét, azt még Hitler utcának is nevezték, tehát ezért érdekes ez a térkép itt mögöttem. A tálókban aztán találhatunk még Beletyói falu későbbi koraiból térképeket, például 79-es várossávállás után 88-ban még emlékszünk arra a Csonkatornyos Beletyó főtáblázoló címerre, hát azzal a címerrel látott térkép. És itt látható a kiállításban, illetve az utóbbi időszakok, tehát az utóbbi 20 évnek a különböző korú térképei, a legújabb térképek is itt vannak a tárlóban. És van még egy érdekesség, itt szintén háta mögött az egyik tárlóban, amit még szintén nem láttunk senkitől. 1940-ben Csonka Bihar vármegyéhez, mikor visszacsatolták a Bihar vármegye részét Nagyváraddal együtt, akkor ez a térkép is megtalálható itt a tálóban, tehát nem a teljes Bihar vármegye, ami annó volt, hanem a visszacsatolás utáni, a második bécsi döntés utáni formája is látható megyének is, ez is eredeti formájában. Kiállítás építése idején Karancsi Lajos beérkezett a múzeumban, megkapta a meghívót, hogy jön a megnyitóra, hogy neki van két érdekes kép, térképe, hogy behozná ide. És annyira megtetszett nekünk, hogy ezt is kiállítottuk itt szintén a folyosón, ugyan ez még nem a múzeum gyűjteménye, ez Karancsi Lajosnak a magángyűjteménye, de nagyon érdekes a dolog. 1909-ben az első világháború előtt készült katonai térképekről van szó, hat kiegészítő parancsnokságok és a hat testetnek a elhelyezkedését, a KMK, az Osztrák-Magyar Monarchia területéről. Ezt a térképet láthatják még itt a folyosón az érdeklődők. A kiállítás május 10-ig látható a múzeum időszaki termében.